Eddigi történetében rekordméretű óriás plakátkampányt indított a Mi Hazánk a koronavírus elleni oltások kötelezővé tétele ellen tiltakozva, hiszen az Orbán Viktor hivatala előtt tartott tüntetésünket szinte teljes mértékben elhallgatta a magyarországi média. Felháborítónak tartjuk, hogy az egészségügyben már kötelezővé tették az oltást, holott éppen az ágazat fejlesztésére lenne szükség, kezdve a szakdolgozók bérének rendezésével. Ehelyett újabb pálya elhagyásokat eredményez a kormány döntése, ami még mélyebbre fogja taszítani ezt az ágazatot. Gulyás Gergely újabb foglalkozási körökben helyezte kilátásba a kötelező oltást, ami ellen a magyarországi pártok közül egyedül a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik. Felháborítónak tartjuk a zsarolást, nem kérünk a kötelező oltásból. A Mi Hazánk mozgalom szerint alkotmány ellenes is az a zsarolás, amit a saját népével szemben foganatosít a magyar kormány, ehelyett a bérek rendezésére lenne szükség. Az oltatlanok sem lehetnek másodrendű állampolgárok.